Idei év váratlan kihívás elé állította az Access Point Kft-t. A kialakult egészségügyi helyzetből fakadóan március 14-én, ez egy pénteki nap volt, erre emlékszem, azt a döntést hoztuk, hogy az állományunk 75%-át otthoni munkavégzésre állítjuk át. Egyrészt védve ezzel őket, másrészt természetesen a partnereinket. Úgyhogy volt egy megugrandó feladat, ráadásul a műszaki csapatnak mindössze 2 munkanapja volt arra, hogy valamilyen megoldást találjon a kialakult helyzet kezelésére. 2 szempontot fogalmaztunk meg. Az egyik az volt, hogy az otthon ragadt munkavállalók egy biztonságos és stabil adatkapcsolaton keresztül tudjanak hozzáférni a központi rendszerhez. Zökkenőmentesen használva ezáltal egyrészt az ügyviteli rendszerünket, másrészt ugye a belső hálózatunkat is, illetve a másik szerintem izgalmasabb helyzet az az volt, hogy van itt egy kialakult telefonközpont kiosztás különböző mellékekkel az irodán belül, és hát ugyanezt vártuk el, csak egy 15 kilométeres sugarú körben megvalósítva. Akkor már sejtettük, ma meg visszatekintve már látjuk, hogy azért hazaköltöztetni egy irodai környezetet az hát kihívásokkal teli feladat, és átszervezni ilyen módon egy mindennapi működést azért nem annyira egyértelmű, főképp azért, mert tulajdonképpen az irodát a kollégáink otthonaiba költöztettük. Ugye nem arról van csak szó, hogy meg kell oldani egy műszaki kérdést, és akkor onnantól kezdve minden működik, tehát haza tudták vinni a notebookjaikat, nyilván ugye a telefon az nem kérdés, akinél úgy volt az akár egyéb infrastruktúrát gondolok, itt az irodai bútorokra, székre, íróasztalra, telefon, asztali telefon természetesen, ugye, mint említettem, az alapvető követelmény volt, és hát ezt be kellett illeszteni az otthoni interjőrbe, ami remélem, sőt tapasztaljuk, hogy viszonylagosan jól sikerült. Arra kértek minket, hogy teremtsük meg a műszaki feltételeit annak, hogy a kollégák tudjanak otthonról dolgozni zökkenőmentesen, mind az ügyviteli rendszer, mind pedig a telefonhívásokkal kapcsolatban. A pénteki napunk volt kidolgozni egy koncepciót, hogy a kollégák haza tudjanak vinni a hétvégére egy VPN routert. Itt az elején egy Mikrotik HP C-Lite-ra esett a választás, mert ezeket a Mikrotik oktatások során használtuk. A több mint 15 darab Mikrotik router beállítását néhány óra alatt elvégeztük, és ezek jól működtek, a kollégák hazavitték őket, és tesztelték. Viszont a következő hét elején kiderült, hogy a mi igényeinkhez ennek a routernek a teljesítmény egy kicsit kevés, ezért lecseréltük őket Mikrotik HAP-AC négyzetekre, ahol már a VPN sebessége több mint 100 megabit per szekundum lett. Úgy alakítottuk ki a céges VPN rendszert, hogy a meglévő Mikrotik 1100 AHX 4-es lett a központi VPN aggregátor router, és a kollégákhoz egy HAP-AC négyzetet tettünk le. Ebbe a routerbe csatlakozik a céges laptopjuk, illetve a céges vezetékes asztali telefonjuk. A céges VPN kapcsolatokat úgy alakítottuk ki, hogy megfelelő legyen az autentikáció, illetve a titkosítás is. Az elején egy kicsit problémával ütköztünk a vezetékes telefonoknál, mivel a kollégák között úgy kapcsoltunk át hívásokat, hogy nem tudtuk, hogy a másik kolléga beszél-e éppen vagy nem. Erre egy egyedi fejlesztésű telefon mellékkezelő rendszert fejlesztettünk ki. További problémát jelentett még, hogy az ügyviteli rendszerünk a kliens számítógépről küld ki néhány e-mailt a 25-ös porton keresztül, amit a legtöbb kollégának az otthoni internet szolgáltatója blokkol.
de ezt pár percen belül megfelelő mengő szabályok és root szabályokkal sikerült továbbítanunk ezeket a csomagokat a céges hálózatba, ahonnan már ezek az e-mailek gond nélkül ki tudtak menni. Összességében elégedettek vagyunk a Mikrotik termékkel, mivel a váratlan vírushelyzetre való tekintettel is nagyon gyorsan létre tudtunk hozni egy home office-ra való kiszolgálást, hogy zökkenőmentesen és problémamentesen tudjanak dolgozni a kollégák. A routerek programozását relatív rövid határidőn belül fél nap alatt sikerült elvégeznünk, és mindegyikhez megfelelő távelérés, távmenedzsment rendszert alakítottunk ki, így ha esetleg valamelyik kollégánknak problémája lenne ezzel a VPN routerrel, úgy adott esetben távolról is el tudjuk érni őket, és tudunk nekik segíteni. Természetesen nem az összes kollégánknak van otthon Mikrotik routere, hanem mindenki más-más ISP-től vásárol internetet, de úgy állítottuk be ezeket a HPC négyzeteket, hogy arra a routerre rákötve csinálnak egy belső hálózatot, így bármilyen internet elérése mögött van, tökéletesen fog működni a céges hálózata a megfelelő biztonsági előírások mellett. Az egyetlen problémát a mai napig mind az jelenti, hogy a kollégák otthoni internet elérése néha szakadozik, vagy adott esetben fél napra is elmegy. Ebben az esetben más alternatív internet elérést biztosítunk a kollégáknak, például USB sticken keresztül, és azon keresztül építettük fel a VPN kapcsolatot. Maximálisan bíztam a mérnökök szakértelmében és tapasztalatában, de ennek ellenére azért volt bennem némi aggodalom. Nem is feltétlenül a másodsorban megfogalmazott telefon mellékek kialakításában, sokkal inkább abban, hogy az az adatkapcsolat, amit felépítünk, az egyrészt tényleg biztonságos lesz-e, vagy biztonságos tud-e lenni, ugye azért itt nagy értékű adatok sokasága tárolódik a szervereinken. Másrészt pedig azon túl, hogy biztonságos lesz-e, megfelelően gyors és stabil lesz-e. Ugye itt a kereskedők sok esetben villámgyorsan reagálnak a különböző igényekre telefonon, ez egyáltalán nem fér bele, hogy az ügyfél tartja a vonalat, még mondjuk homokórázik a képernyőjük 10-15 másodpercet. Az élet úgy hozta, hogy a márciusban meghozott döntésünk az mai napig, mert itt most már ugye a karácsonyra készülünk, kitart, úgyhogy decemberben még mindig a kollégáim legnagyobb része az home office-ban tölti a mindennapjait. Időközben természetesen számtalanszor felülbíráltuk a döntésünket, de minden esetben arra a végkövetkeztetésre jutottunk, hogy bármennyire is volt kecsegtető, ad abszurdum pozitív az aktuális járványhelyzet, mi mégis úgy ítéltük meg, hogy a legfontosabb az a stabil működés, illetve a partnerek, kollégák egészségügyi kockázatainak minimalizálása. Így idestova 9 hónapja ebben a változatlan formában dolgozunk, és a 9 hónap alatt egyetlen hiba eset nem jutott el hozzám. Tökéletesen működik a műszak által konfigurált hálózat, sem a partnereink, sem pedig a kollégáink irányából semmilyen negatív visszajelzés nem jött. Rendületlenül zajlik a munka, tényleg kis túlzással, minthogyha itt ülnének bent a kollégák a helyükön, úgyhogy maximálisan elégedettek vagyunk. Néhány hét van már csak hátra az évzárásból, és nem csak ezek a fajta tapasztalatok, hanem a forgalmi számaink és a várható eredmény is azt igazolja, hogy egyfelől jó döntést hoztunk, mint üzletileg, mint pedig elkölcsileg. Másfelől pedig a kialakított műszaki infrastruktúra 100%-ban támogatta ezt, és ez egy sikeres évet hozott az Access.kft-nek ismét.